Október 17-én immár 5. alkalommal indult el a Pécsi Mamik Közhasznú Egyesület által működtetett gyerektaxi. A szolgáltatás díjmentesen segíti a szülőket a délutáni logisztikában, a munka és a családi élet összehangolásában. A programba bekerülő gyerekeket rászorultság és a taxi optimális útvonalterve és kihasználtsága alapján választják ki. Fontos, hogy a rászorultságot nem a család anyagi helyzetére tekintettel határozzák meg, hiszen éppen azokat a szülőket segítik, akik a munkaidejük miatt nem tudnák gyermekeiket elszállítani a külön órákra, iskola utáni foglalkozásokra. Bár már a szolgáltatás elindult, vannak még szabad helyek, melyekre lehet jelentkezni. Olyan szülők jelentkezését várjuk, akik a munkájuk miatt nem érnének oda gyermekükért az iskolába, óvodába, vagy a munkájuk miatt nem tudnák őt eljuttatni a szükséges fejlesztő foglalkozásra. Azt kell tudni még a gyerektaxiról, hogy Pécs belterületén szállítunk még hozzá 4 és 14 év közötti gyerekeket, és iskolaidőben délutánonként, és fontos hangsúlyozni, hogy ez egy teljes tanévre szóló rendszeres segítséget jelent, tehát a programba bekerülő gyerekeket például minden hétfőn 4:30-kor elvisszük a szükséges fejlesztő foglalkozásra, vagy kedden és pénteken eljuttatjuk a szülőnek a munkahelyére. Idén eddig 11 gyermek került be a programba, ezzel 10 családnak segít az Egyesület. A korábbi járművet pedig eladták, amely összegből az egész tanévben finanszírozni tudják a szolgáltatást. A gyerekeket így ebben a tanévben valódi taxi szállítja, az Egyesület gyermekkísérője pedig a legnagyobb gondossággal vigyáz rájuk. Bővebb információ és a jelentkezési lap elérhető a Pécsi Mami Egyesület honlapján a hírek rovatban.